Szingvikit a zenész világ már több mint egy évtizede jól ismeri, hiszen vokalistaként számos neves előadóval dolgozott együtt, azonban igazán népszerű csak 2014 végén lett, amikor beénekelte magát a Rising Star 12 legjobbja közé. Azóta megjelent első önálló klipje, a Katonák című dalával pedig az Eurovíziós dalverseny hazai válogatóján aratott zajos közönség sikert. A következő percekben kiderül, miért is jelent különösen sokat Vikinek ez a dal, illetve hogy akad-e már valaki, aki elrabolja a szívét. Többé nem adom a szívem könnyen, kifacsartad minden könnyen. Na persze kellek, még a szereped is bénán játszod. Baby, hova lett a méltóságod? Ki énekellek magamból? A 2015 és a 2016-nak idáig lévő éve, életem legszebb hónapjai évei. Nyilvánvalóan ennek a Rising Star rengeteget dobott azon, hogy ugyanúgy muzsikálok, mint előtte, de hogy egy teljesen más szerepben, mint szólista. Az emberek szeretnek, megismernek az utcán, a kislányok leveleket írnak, hogy jaj, te vagy a példaképem, nagyon szeretlek, szóval nyilván ezek csodálatos dolgok, amik mostanában történnek. Új dalok, ugye készült a klip, folyamatosan dolgozunk újabb-újabb dalokon, rengeteg produkcióba hívnak el, most is pont egy nagy produkción dolgozunk, ami március 15-én lesz az RKL Színházban, dupla előadásban előadva. Azon kívül ugye elindultam az Eurovízión, egy csodálatos dallal, amit Valla Attila és Fitos Viktor szerzett, ez a Katonák, és ezzel kapcsolatban is rengeteg csodás levelet kapok, és március 15-i ünnepségeken ezt fogják énekelni több iskolában is. Tehát, hogy azért ez csodálatos dolog. És hát nagyon sok új dolog van kilátásban, de azt nem árulom el, mert meglepetés. Nincs hőslegény, nincs ő meg én, csak a csönd és a néma imád. Mikor a Katonák című dalt előadod, elő kell adnod, hadd kérdezem így, akkor annak a napnak tulajdonképpen vége? Igen. Legutóbb is volt vele egy ilyen élményem, hogy el kellett énekelni egy élő műsorba, de nem a dalban, hanem azzal kapcsolódó élő műsorba, és elénekeltem, és emlékszem, hogy a kocsiban ülve hazáig potyogtak a könnyeim, és nem tudtam megmagyarázni, hogy miért, vagy mi a baj, vagy ez most baj-e, vagy nem. Nem éreztem érhetetlen boldogtalanságot, csak az, hogy valamit kiadtam magamból, és akkor egyszerűen elfáradok. Tehát, hogy tényleg én ezt a dalt minden alkalommal úgy megélem, hogy remegnek a lábaim közben, miközben énekelem, és azt érzem, hogy a könycseppet vissza kell tartani, ugyanúgy, mint a... Tehát ugyanazt jelenti nekem ez a dal körülbelül, mint a Szomorú vasárnap. És azt is ugye, aki látta ezt a felvételt, az látta, hogy a végén már nem bírtam visszatartani a könnyeket, tehát azt nem lehet már... Egy ilyen dalt nem lehet máshogy énekelni, főleg az anyanyelveden, csak úgy, hogyha teljesen átéled, és átadod magad, és mesztelenre vetkőzöl, a lelkedet kiteszed a közönség elé. Katonák, katonák, lábban, konyhokban, a tág térdre hullnak, elmúlnak a fák. A Katonák az egy olyan dal, ami örökre hozzám tapadt, és míg a Szomorú vasárnapot sokan kötik mostanában már hozzám, hisz bár ezt már többen azért elénekelték előttem, nyilván is eleve nem én énekeltem először, de azt gondolom, hogy a Katonák az első olyan dal, hogy ebből a stílusból, amit én tudok és akarok képviselni a jövőben is, az első olyan, amit én énekeltem el először, és tényleg először, és amit általam ismert meg a közönség, úgyhogy igen, azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó á, és akkor jöhet a többi. De hogy egy nagyon jó alap, ami mindig ott lesz nekem, és amivel mindig vissza-vissza fogok térni. Tehát szerintem nem lesz olyan koncert vagy előadás, ahol a Katonákat nem fogom elénekelni. Tehát ez biztos, hogy örök életemre már. Nincsen senki az életemben, és egyelőre tényleg nem is tervezem. Tehát, hogy annyira sok minden más van, ami fontosabb most annál, hogy én szerelembe essek meg. Tényleg nem akarok felesleges időket tölteni olyan emberekkel, mert nem vagyok, soha nem voltam egy ilyen könnyűvérű típus, tehát például egy éjszakás kalandom sose volt. Hülyeségekben nem megyek bele, tehát, hogy arra, hogy csak az időmet töltsem, vagy strigulákat húzzak, annak nincsen értelme, tehát én tényleg egy olyat keresek, aki értékes az életemben, és akinek én is értékes vagyok, és akivel
tudunk egy úton tovább haladni. Addig meg most mit töltsem az időmet?